Még egy feladatom van, hogy a koronavírusról szóló nemzeti konzultáció részletes végeredményeit ismertessem. Szerintem az interneten is megtalálható lesz, úgyhogy ha teljesen nem részletesen ismertetem, akkor mindaz, amit én kihagyok, az interneten is felelhető lesz. A legfontosabb válaszokból szeretnék néhányat ismertetni. Nyitott kérdés volt, hogy a védekezés mely eszközét támogatják az emberek a legnagyobb mértékben. 83% a maszkviselés létező szabályait ítélte a legfontosabbnak az eredményes védekezéshez. A kérdőívet kitöltők 79%-a tartotta fontosnak a rendezvények korlátozását. Ugyanennyien foglaltak állást az országhatárok lezárása mellett. Távolságtartása 78%-os az egyetértés. A védekezéshez szükséges eszközök kivitelének a korlátozását 64% támogatja. Az időseknek fenntartott védett idősáv támogatottsága 62%, ingyenes parkolás és oktatási intézmények bezárása 61%, kijárási korlátozás 59%. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani azért, hogy ilyen sokan töltötték ki a konzultációs híveket. A soros konzultáció után ez volt a második legnagyobb részvétele zajló konzultáció. Úgy gondoljuk, ez is mutatja, hogy a kormánynak ez a fajta társadalmi párbeszédre irányuló javaslata, ez beváltotta mindeddig a hozzáfűzött reményeket, és nagyon fontos eleme annak, hogy a választópolgárok is bele tudjanak szólni a védekezés módszertanába, és akkor, amikor szabályokat fogadunk el, akkor tudjunk arra is támaszkodni, hogy a választópolgárok azért is fogják ezeket a szabályokat betartani, mert maguk is egyetértenek ezekkel.